A 10 parancsolat. Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek tanítása. Az 5. parancs. Katolikus számozás szerint az 5. parancs a ne ölj parancsa. De hát a magyar nyelvben is, mint számos más nyelvben, ölni az roppant tág jelentésű szó. Embert, állatot is lehet ölni. És bizony a 10 igében a kivonulás könyve 20. fejezetének 13. versében ott egy olyan héber kifejezés áll, lótircach, amely inkább a ne gyilkolj szólítható. Tehát nem akármilyen ölés, arra számos más kifejezés létezik, hanem olyan emberölésről van szó, amely nem elrendelt, nem törvényes, amelyért valószínűleg a régi időben vérbosszú járt. Tehát ezt a fajta cselekményt tiltja nagyon röviden és nagyon határozottan a parancs. De hát az Ószövetség világában vagyunk, ahol még az erkölcs és a büntetőjog bizony erősen egybeesett. Itt a 10 parancs szövegében nincs szankció, nincs megmondva, hogy mi a következménye, ha valaki ezt a parancsot megsérti. De van másút. Még a kivonulás könyvében megtaláljuk a 21. fejezet 12-től 14. versében, ahol pontosít a szöveg, azt mondja, hogy aki embert agyonüt, aki megfontolt szándékkal alattomosan megöl egy embert, azt halálbüntetés sújtja, tehát ki kell végezni. Hogyha netán verekedés közben véletlenül ütötte agyon, akkor bemenekülhet ugyanaz oltárhoz, és menedékjogot talál, de ha ilyen szándékos, alattomos gyűlöletből elkövetett gyilkosság volt, akkor az oltártól is el kell szakítani, és úgy kell elhurcolni a kivégzésre. Tehát látszik az, hogy itt a ne ölj parancsának egy egészen konkrét büntetőjogi vonatkozása is volt. Persze magának Izraelnek a történetében alakult ez, mert bírói eljárást kívántak az elítéléshez, úgyhogy Jézus korában már ez úgy hangzik, hogy aki öl, azt állítsátok a nagy tanács elé. Tehát eljárást folytattak, az eljárásban mérlegelték a körülményeket, és nem volt az olyan automatikus, hogy halálbüntetést szabtak ki rá. Na most felmerült persze az a kérdés is, hogy az öngyilkosság vajon szintén ide tartozik-e? Természetesen nem az erkölcs oldaláról feszegették ezt elsősorban, hanem a büntetőjog oldaláról. Hiszen még a legutóbbi időkben is voltak, talán még ma is vannak országok, ahol az öngyilkosságot is bűncselekménynek tekintik. Tehát ebből a szempontból azonban úgy tűnik, hogy ez a 10 parancsolatban szereplő szöveg nem kifejezetten erre vonatkozik. Van erről egy másik előírás, sokkal régebbi helyen, pontosabban előbbre a Bibliában, ha kézbe vesszük, mindjárt a Teremtés könyvében, a 9. fejezet 5. versében. Ott azt olvassuk, hogy a ti véreteket is számon fogom kérni, az ember vérét. És ezt viszont vonatkoztatták az öngyilkosra is, akinek a saját vérét tőle magától fogja számon kérni a mindenható. Persze nem szólok arról, hogy a Teremtés könyvében is ott van az, hogy aki ember vért ont, annak az emberek ontsák ki a vérét. Tehát már ott is összetalálkozik a kemény büntetőjogi szankció, meg az erkölcsi előírás. Na most, hogyan alakul a fejlődés? Hát nyilván az erkölcs irányában és az új szövetség világa az ezt az üzenetet bontja ki. De azt éreznünk kell, hogy a két szempont ellentétes irányban hat. Mert a büntetőjogban a tényállást azt egyre szorosabb értelemben vesszük, nem pedig kiterjesztőleg magyarázzuk. Az erkölcs területén viszont az értéket, amire a parancs rámutat, azt próbáljuk a maga teljességében megragadni. Na ezért van az, hogy Jézus maga a hegyi beszédben ugye azt mondja, hogy nem
elégszik meg azzal, hogy aki jól, azt állítsák nagy tanács elé, hanem már aki fele barátjára haragszik, aki a fele barátját ostobának nevezi, azt is, aki pedig azt mondja neki, hogy raka, hogy bolond, azt állítsák, az méltó a gehenna tüzére. Tehát itt már nem is csak az emberi bíróságról beszél. Tehát látszik, hogy a morális üzeneten van a hangsúly, és látszik, hogy olyan cselekményeken is, amelyek nem magát az emberölést valósítják meg. Na most mi a kapcsolat, mondjuk a harag, a gyalázkodás meg a gyilkosság között? Erre világítanak rá a legrégibb keresztény iratok, például a Didaché. Ott a két útról szóló tanításban, hát a következőt találjuk. Egyrészt azt mondja, ne ölj, utána folytatja más parancsokkal, ne tölj házasságot, gyermeket meg ne roncs, ne paráználkodj, ne lopj, varázslással ne foglalkozz, ne keverj mérget, ne hajtsd el a magzatot, a megszületett gyermeket ne öld meg, és így tovább. Majd pedig ne légy haragos, mert a harag gyilkossághoz vezet. Féltékeny se légy, se viszálykodó, se erőszakoskodó, mindezekből gyilkosság származik. Tehát a legsúlyosabb bűnre vezető alkalomként kezeli ezeket a helyzeteket, és ezért tiltja olyan nagy súllyal. Valószínűleg, akik nyelvileg, kulturálisan, időben közelebb álltak Jézushoz, az ő személyes tanításához, jobban megérezték benne ezt a vonást. Tehát, hogy ő nem a szigorú törvényt akarja kiterjeszteni, hanem az értéket óvja, és ennek a védelmében mondja azt, hogy őrizkedni kell azoktól a helyzetektől is, amelyek a legsúlyosabb bűnökbe sodorhatják az embert. Na most természetesen a krisztusi erkölcs nyomán haladva körbe lehet tekinteni mindazokon az értékeken, amelyeket ilyen szellemben az ötödik parancs véd. Először is maga az emberi élet, ahogy már a Teremtés könyvéből idéztük. Itt valóban arról van szó, hogy az ember élete nem csupán a saját tulajdona. Adi Endre olyan szépen mondja, hogy mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senkié vagy emberi az élet. Az élet. Tehát az emberi élet tulajdonosa maga a Teremtő Isten. És ebben a tiszteletben kell nekünk egymáshoz is közeledni. Na most ez egyben azt is jelenti, hogy nem csak a puszta élet, hanem ami ahhoz szükséges. Tehát a legelemibb javak, a táplálék, a ruházat, a lakhatás vagy szállás, ezek olyan értékek, amit bizony a másik embertől se szabad megvonnunk, amit lehetőség szerint meg kell adni neki, ha tudjuk. De saját magunknak is vigyáznunk kell a testi épségünkre, egészségünkre, magunkat sem szabad elherdálni ilyen szempontból, mert a mi életünk sem a mi saját tulajdonunk. Tehát azért is felelősséggel tartozunk. Na most tovább is vihetjük ezt, hiszen azért a gyilkosság és a törvényes emberölés, ott mindjárt az elején, a tíz parancsolat szövegében, ott látszik egy kettősség. Hogy volt ezzel később, akár a zsidó közösségnek, akár a keresztény egyháznak az öntudata? Hát mindenképpen a jogos önvédelmet, azt valamilyen szinten elfogadták. Tehát a kereszténység vezető irányzatai azt azért elfogadták, de persze nem a bosszút, nem a haragból elkövetett, nem a mértéktelen erőszakot, sem a testi sértés, sem kivált a gyilkosság területén. Viszont egy jogos mérséklettel végrehajtott védekezést azt elfogadtak. Amikor a kereszténység már a római birodalomban meghatározó tényező lett, tehát a keresztény érában, akkor merült fel az, hogy na és az államnak akkor az ötödik parancsolat alapján milyen kötelezettségei vannak, illetve egy keresztény szellemben vagy elvek szerint berendezendő, inkább mint berendezett államnak a polgára, a keresztény polgára hogyan viselkedjen. És hát bizony akkortól kezdve vizsgálták az igazságos háborúnak a kérdését, a katonáskodás lehetőségének a kérdését, és attól kezdve is azért újra meg újra visszatért a mérsékletnek, a felelősségnek és a
Hát az erőszakos cselekmények jogosságának a problémája. Na most ebben a tekintetben a legújabb időszak hozott igazán komoly változásokat. Mégpedig nem elsősorban azért, mert pacifizmus terjedt el mondjuk sokak között, hanem azért, mert olyan technikai lehetőségek, olyan fegyverek állnak az emberiség rendelkezésére, amelyeknek a használata önmagában is lehet erkölcsileg tilos, még akkor is, ha esetleg összefüggésében egy háború önvédelmi szempontból jogosnak, igazságosnak minősíthető. Tehát itt az eszközök maguk visszahatnak immár az egész tevékenységre. Ezzel is a II. Vatikáni zsinatnak a tanítása az azért a katonaságot nem tiltja el, hanem azt mondja, hogy hát a gyöngék, a rászorulók, a kiszolgáltatottak védelmében és a megfelelő mérséklet mellett ennek van funkciója a mai világban is. Ugyanakkor törekedni kell a békére és a leszerelésre. Ezek a szempontok mindmáig teljesen aktuálisak. Na most van aztán persze az élet védelmének és a nevői parancsának számos olyan kérdése, amelyik a bioetikával, az orvoslással függ össze. Itt az első mindjárt a halál, az eutanázia, az élet vége, ahol mindig is hangsúlyozta a katolikus egyház, hogy bármilyen beteget vagy szenvedőt tudatosan, direkt cselekvéssel megölni, ez ellenkezik az 5. parancsal, ez nem elfogadható. Viszont esetleg az élet legvégén olyan fájdalomcsillapítást, olyan módszereket alkalmazni, amelyek már az öntudatot is csökkentik, adott esetben megszüntetik, ha előtte lehetősége volt az illetőnek, hogy rendezze az életét, rendezze a dolgát Istennel is, ha legalábbis ezt a szabadságot és lehetőséget megkapta, akkor ez esetleg megengedhető. Tehát ez már a keresztény erkölcsi tanításnak évtizedek óta egy elfogadott álláspontja. Na most nyilván a mai biológia számos új lehetőséget és kérdést vet föl, amelyeknek a megválaszolásához nem lehet nagyon egyszerűen hozzányúlni, mert kell hozzá egyrészt valóban az isteni parancs és az élet végtelenségének az emberi méltóságból fakadó Isten tulajdonában lévő emberi élet értékének a tudata, másrészt azonban kell hozzá az a sok szakmai ismeret, amit az egyes biológiai helyzetek megkívánnak. Tehát ezért van az, hogy mikor a Szentszék ilyen témában megnyilatkozik, akkor előtte komoly szakemberekből álló bizottságok, intézmények készítik elő ezeket a dokumentumokat, mert a végkövetkeztetésnek a bizonyossági foka az a gyöngébbik előfeltevés bizonyosságában osztozik, tehát hiába látjuk mi helyesen a kinyilatkoztatásból fakadó alapelvet, ha a tényeket magukat nem jól ismerjük, akkor bizony a végkövetkeztetés is téves lehet. Tehát éppen ezek miatt a 5. parancsnak a komolyan vétele is állandó és közös munkát is kíván. Most hozzá kell még mindenhez tenni, hogy az emberi élet ugyan ilyen nagy érték, de mégsem abszolút érték. Vagyis lehetnek olyan helyzetek, amikor az ember a saját életét akár föl is áldozhatja, vagy köteles lehet föláldozni. A vértanúkra gondolok itt, vagy arra az esetre, amikor valaki nagyon nagy kockázatot is elvállal a többiek javáért, a társadalom, a közösség, a rászorulók érdekében. Ezekben a helyzetekben az 5. parancsolatot követjük, de abban az értelemben, hogy a szeretet és az örök élet is hozzátartozik az ember teljes valóságához. Mindössze 2 szó ez az 5. parancsolat, hogy ne ölj, és hát mégis mennyire sokrétű, hogy a szándékos emberöléstől az önvédelmen át a háború, a katonáskodás kérdése is belekerül, tehát természetesen akár az erőszak alkalmazás, a halálbüntetés állam részéről. Úgyhogy hát nagyon kiterjedt módon erkölcsi szempontból lehet értelmezni.
nyilván valamiképpen foglalkoztatja az embert, fiatalokat is, ugye az, hogy nem közvetlenül az élet kioltását jelenti, de mégis valahogy az életnek a veszélyeztetését, vagy az élet alapjainak, például hát a saját testi épségnek, és akkor ezen keresztül az egészségnek a veszélyeztetését, a például szenvedélybetegségek, dohányzás, alkoholizmus, kábítószer, és hát egyes országokban például a kábítószerrel kapcsolatos visszaéléseket hát hasonlóképpen is büntetik, hogy hát ezek ugye jogi értelemben nem minősülnek emberölésnek, de hát mégis erkölcsi szempontból azért úgy valahogy ez is hozzákapcsolódik az ötödik parancsolathoz. Miként, vagy hát mit mond a parancsolat, vagy a Szentírás, ugye talán még nem tudott kábítószer élvezetről, de hát mit vezethetünk le a Szentírásból? Hát többféleképpen azért reagál erre. Az ókeresztény irodalomban, még a legkorábbi századokban is található például az alkoholizmusról. Elég komoly előírás. Tehát ugye gondoljunk az Újszövetségnek azokra a pasztusaira, amelyek arról szól, hogy milyen legyen a püspök. Hát azért csak tudta, hogy ne legyen részeges, de másutt is az özvegyekről, hogy ne szeressék a sok bort. Aztán előfordul olyan is, hogy öncsonkítási esetek merülnek fel. Ez a trend, már a nikaiai zsinaton is egy téma volt, ott az eunuchokról volt szó, arról, hogy hát akit rabszolgaként meg az nem tehet róla. Tehát nem válik kultikus értelemben tisztátalanná valaki azért, mert testi hibás. De hogyha öncsonkítást követett el, akkor bizony ez már ezért felelős, például nem lehet klerikus, stb. Tehát ezeket a témákat már eléggé komolyan értékelték. Aztán egy másik kérdés, ami lassanként, ahogyan a különböző szereknek a hatását megismerjük, erkölcsileg is változik. Mondok egy példát, a dohányzás. A dohányzásról a 30-as években azt lehetett tudni, hogy egyeseket zavar, lehet, hogy valakinek megállt hat. Éppen ezért Tóver Vilmos a papi illemkódexében például azt mondja, hogy hát az egy komoly erkölcsi szabály, nem csak illemszabály, hogy mielőtt rágyújtunk társaságba, kérdezzük meg, hogy nem zavarja-e a többieket. És ha nem zavarja, akkor rágyújthatunk. Ma nem így állunk ezzel, mert közben sokkal jobban igazolta már az orvostudomány, hogy nem csak néha, nem csak esetleg, nem csak egyesek, hanem általában súlyos betegséget okoz az erős dohányzás. Aztán hasonlóan az alkoholnak a hatásával is jobban tisztában vagyunk, a függőségekkel, a különböző drogoknak a hatásával. Tehát éppen ezért, amit az emberiség tud, amit az egyes ember tud egy ilyen szernek a hatásáról, azért felelős. És ilyen értelemben a saját magunk rombolása, vagy mondjuk haszonlesésből a másoknak a lerombolása, különösen a legfiatalabbak, akik még nem tudnak mérlegelni. Tehát ezeknek a szereknek a terjesztése, ez nagyon súlyos erkölcsi megítélés alá esik. Tehát nyilván a önrombolás esetében van egy enyhítő körülmény, ez pedig az, hogy a függőségben szenvedő ember, még ha tusakodik is ellene, nagyon nehezen tud ettől megszabadulni. Ezért aztán nagyon nagy jót tesznek azok, akik olyan intézményeket, olyan közösségeket tartanak fönn, ahol minden testi és lelki energiát és lehetőséget összpontosítva segítenek a szenvedélybetegeknek, hogy megszabaduljanak a függőségüktől. Tehát ez egy nagyon értékes kezdeményezés a mai időkben. Sajnos gyakoriak azok a problémák, amelyeken itt segíteni kell. Iboros úr azzal kezdte az ötödik parancsnak a magyarázatát, hogy ne gyilkolj, valami ilyen kifejezés van az Ószövetségi Szentírásban, és hát a keresztény hagyományban is itt elsősorban az emberölésről van szó. Ugyanakkor manapság, hát valahogy az állatok élete, az állatok jogai, az állatok kínzásának a tilalma egyre hangsúlyosabbá válik, akár mondjuk a civil jogalkotásban is.
A Szentírás legelső lapjain azt olvassuk, az Úristen szájába adja a mondatot, hogy az embernek minden növényt táplálékul ad, vagy hát az állatoknak is. Tehát nem is olyan egyértelmű dolog az, hogy vajon az állatokra mit is mond egyáltalán az Ószövetség, mikor vagy miként engedi meg azt, hogy ezeket mondjuk elfogyasszuk őket, vagy hát az állat életével kapcsolatban minek köszönhető, vagy van-e valami szentírási alapja annak, hogy ez így a közvéleményben egyre nagyobb hangsúlyt kap? Tehát van szentírási alapja is, amennyiben a teremtő elővezeti az állatokat, és az ember ugye a teremtés történetben nevet ad nekik. És azt mondja, hogy az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Tehát rábízza az ember gondjaira az egész paradicsom kertet, a földkerekséget, hogy gondozza azt, művelje és gondozza, de nem azért, hogy pusztítsa. Tehát az ember felelős joggazdaként kell, hogy viszonyuljon a természethez. Ez az első alapvető igazság. Aztán a második az, hogy a kereszténység vagy a zsidó-keresztény hagyomány az nem tesz egyenlőségjelet az emberi és az állati élet között. Az állatoknak a elfogyasztását általánosságban nem tiltja sem a zsidóság, sem a kereszténység. Igaz, hogy vannak az Ószövetség szerint tiszta és tisztátalan állatok. Sőt, úgy tűnik, hogy a kóserségnek az alapvető szabályait maga Jézus Krisztus is megtartotta, hiszen Szent Péter a jobbéli látomás kapcsán mondja azt, hogy hát hogyan ehetnék én tisztátalan állatokból, amikor soha életemben ilyet nem ettem. Tehát akkor sem, amikor Jézussal együtt járt a Palesztinának az útjait. Úgyhogy valószínűleg ezt azért legalábbis az alapszabályokat szigorúan tartották. Ugyanakkor megvolt az állatnak is egyfajta értékelése, tehát az állatkínzás ellen, a rómaiak állatviadalai ellen például korán fölmerült, mind a zsidóságban, mind főleg a kereszténységben az elutasítás. Tehát nem csak a gladiátori állatok, játékokat, hanem az állathetszeket is ellenszenvvel kísérték. Na most, amikor Szent Péter a látomásában megkapja azt az üzenetet, hogy öld meg és egyél, és mindenféle állat megjelenik ott a látomásban, akkor ebből az következett a keresztények számára, hogy a régi tisztátalan különbségtétel az állatok között már nem érvényes. Viszont, hát abból, hogy öld meg és egyél, abból azért az is következik, hogy nem akármilyen célra gyilkolhatja az ember az állatokat, nem szórakozásból, nem lárpurlár, és nyilvánvaló, hogy a felelősség itt is előtérben van. Na most azóta fokozódott ilyen szempontból az etikai reflexió a kereszténységben is, különösen az állatkínzást utasítja el nagyon határozottan a kereszténység. Manapság azt hiszem, hogy az egész ökológiai felelősség tudat pontosabbá és hangsúlyosabbá válik, akár csak a Laudato Si kezdetű pápai enciklikában, de sok más megnyilatkozásban is. És nagyon fontos kérdés lett azt hiszem az is, hogy mennyi egy állatnak az értéke. Hát ugye a, mondjuk úgy, a tenyészállatoknak, háziállatoknak van egy elég erős kereskedelmi forgalma. De ha elmegyünk egy állatkertbe és látjuk kiírva, hogy ez és ez a ritka állat ennyi és ennyi forintot ér, akkor az ember elgondolkozik, hogy csak annyit. Hát tudnánk mi a semmiből ilyen állatot alkotni, milyen csodálatos lény, ugye? És valahol egy kicsit szentségtörésnek érezzük már azt is, hogy az állatoknak az értékét egy pénzösszegben adjuk meg. Tehát a teremtett világnak a csodálatossága az több annál, mint amit mi a hétköznapi pénzforgalommal ki tudunk fejezni. Ugyanakkor az embernek joga van a természet erőforrásait használni, de mértékletesen és észszerűen. És ez manapság nagyon is előtérbe kerül, hiszen látjuk azt, hogy az állatfajok is nagyon gyorsan pusztulnak.
Tehát ezeknek a védelme ma nagyobb anyagi erőfeszítést, nagyobb erkölcsi mérlegelést kíván, mint amit régen erről feltételeztek. Tehát ide is érvényes az, hogy a természettudományos ismereteknek a bővülése, meg a helyzetismeret bővülése, az segíti azt, hogy a teremtő által alkotott valóságnak a gazdagságát jobban értékeljük, és ezért jobban fölfogjuk a saját erkölcsi felelősségünket is.